Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? A gondolatait, a terveit középen látjuk, itt felül és alul. A kelyhekről van szó, és a kelyhek utalnak érzelmekre. Itt van egy találkozás, ő látni akar téged. Sőt, itt megjelenik a vidámság, az ünnepség, és a két kép együtt azt jelenti, hogy lesz egy ünnepség, és ő szeretné azt, ha te vele együtt oda mennél, hogy legyen egy találkozás, lesz egy meghívás. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Ami a közelmúltat illeti, minden lógott a levegőben, a feje tetejére állt. Sőt, néha úgy érezte, elveszíti a talajt a lába alól. De ez a helyzet véget ér, hiszen a kártya, itt ami a halált jelenti, aminek egy szimbolikus jelentése van, tehát nem biztos, hogy halálesetre utal, hanem segít. A halál kártyája szimbolikusan lezárja ezt a helyzetet, és utána jól érzi magát, uralkodik minden felett. Megvan a magabiztos fellépése, rendezi a dolgokat. És mit fog tenni, az itt látható. Te vagy az uralkodó nő, ha te egy hölgy vagy, ő pedig az uralkodó. Illetek egymáshoz, hiszen ez jelenti a párkapcsolatod. A szerelem, a közeledés, a találkozás itt is látható, sőt, itt is, mint szerelmes pár jelentek meg. És a varázsló segít ebben. Azt is jelenti a kép, hogy megvan a varázslatos vonzalom kettőtök között. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a könyv jelentheti a tudást, a tanulást, a továbbképzést is, de azt is jelenti, hogy eddig ő zárkózott volt, titokzatos, de most kinyílik itt egy ajtó, és szeretne látni téged, meg lesz a közeledés, nyitottabb veled szemben. Itt a virág csokor jelenti a szépségedet, ő ennek tudatában van, de a virág csokor lehet egy meglepetés, egy ajándék, vagy egy meghívás is. Itt látható az ünnepség, és a képek arra utalnak, hogy ő szeretne meghívni téged. Ő uralkodik a helyzet felett, és itt a kígyó jelenti a megújulásokat, jelenti a gyógyító erőt is. De utalhat egy nőre. Lehet, hogy a nő miatt volt mindig ez a helyzet, hogy elveszíti a talajt a lába alól, de ez a kapcsolat, ez az állapot lezárul, hiszen ez a kártya, a halál kártyája szimbolikusan segít abban, hogy lezárjon bizonyos érzelmeket, mint például félelmeket, hogy lezárjon egy bizonyos eseményt, vagy kapcsolatokat, például ezzel a nővel. Itt a gólya jelenti a változásokat. Itt megváltozik a helyzet, és ő uralkodik a helyzet felett, lezárja a múltat. Itt bizonyos kapcsolatok, barátságok is véget érnek.
Itt megvan a varázs erő, nem csak ami a szerelmet illeti, hanem ami az anyagiakat illeti, hiszen itt a halak jelentik a pénzt. Itt lesz gyarapodás, itt lesznek nyeremények. Itt is látható a szerencse, egy szerencsés fordulat a szerelemben és az anyagiak terén is. Lesz mozgás, előre mennek az események. Itt ez a lovas hölgy még hátrafele tekint, lehet, hogy még vissza kell tekinteni a múltra, de lesz mozgás. Ez a mozgás jelenthet mindent, ami mozog, sport, autó, utazások. És az ő jelenlegi helyzete. Itt a fa jelenti a türelmét, vagy azt, hogy van gyógyító erő, rendezi a dolgokat, és úgy érzi, úgy gondolja, hogy nálad le tud gyökerezni, megvan a biztonság érzete. Itt még nem, mert minden lógott a levegőben, nem voltak meg a gyökerek, de ez most kialakult. A te jelenlegi helyzeted. Itt a ház jelenti az otthonodat, vagy egy közös otthon kiépítését. Megvannak az alapok ehhez. És ez volt az általános szerelmi jóslás, viszont megvan a lehetőség arra, hogy kért tőlem ezt a jóslást, ennek a díja 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!